Támogatja a miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkársága az ófölddelki erőtemplom helyreállítását. 83,5 millió forintot kapott az egyház a felújításra. Igazából én azt tudom elmondani, hogy mire lenne szükség, konkrétan a tervekről nincs tudomásom, hogy mi lesz, de ugye problémát jelent a felvizesedés, mindenfelől fel van vizesedve a templom, illetve beázik az oltár fölött, a tetőszerkezetnél is vannak problémák. A templomüveg néhol ki van törve, azokra is szükség van újat rakni, és igazából még szerintem, ami belefér, biztos, hogy meg fogják valósítani ebből az összegből. A felújításban mindenképpen bele kellene, hogy férjen a felvizesedésnek a megszüntetése, ami itt is nagyon jól látható végig. A település vezetése szeretné, ha az évek óta működésképtelen harmóniumot is rendbe hoznák ebből a forrásból. Jelenleg a szerződéskötés zajlik, ezt követően kezdődik meg az állapotrögzítő felmérési dokumentáció összeállítása. Ezt szolgál majd az engedélyezés és kiviteli tervek előkészítésének alapjául. 2014-ben választottak engem polgármesterré, akkor a Lázár János miniszter úr egyik fórumján került erről szó először fel, hogy jó lenne a templomra költeni, illetve szükség lenne arra, hogy felújítsák, és a miniszter úr segítsége által kaptuk meg ezt a támogatást, hát nyilván nem mi, hanem az egyházközösség. Ófölddelkon egyébként 472-en élnek, és a népesség 90%-a római katolikus, nincs is egyéb templom a településen. A 14. századi gótikus stílusú, árokkal körbevett erőtemplom a község büszkesége, amely a környék turisztikai látványosságai közé tartozik.